Elkezdődött a multifunkciós sportpálya alapjának építése a Szabó Gyula alapiskola udvarán. Az új pályán elsősorban futballt, kézilabdát, röplabdát lehet majd játszani, és főleg a testnevelés órákon vehetik igénybe a diákok. A műfüves sportpálya egy hónap múlva készül el. Egy 18x33 méteres műfüves pályáról van szó, ami palankkal lesz körbevéve, és elsősorban a labdajátékokra lesz alkalmas, és hát annak megfelelően, hogy van egy általános érvényű rendelet, hogy a tanításon kívül a várospolgárok is használhatják. A munkálatok az iskola épületében is zajlottak. Az alsó tagozatos osztályokban új táblákat szereltek fel. Egy egészen új felhúzó berendezéssel együtt ellátott táblák lesznek felszerelve, tehát nem csak a régi táblákra lesz rátéve a kerámia tábla, hanem komplett új tábla. A gyerekeknek is, azt hiszem, hogy és a pedagógusoknak is sokkal mondanabb és egészségesebb. Szakemberek dolgoztak az iskola folyosóin is, ahol a linoleum padlózat cseréje valósult meg. Az év végéig az összes folyosón megtörténik a padlózat felújítása.